A tudás hatalom. Ezért akarom, hogy lelkem és szívem szállhasson szabadon. Elmén kulcsa a jövő kapuját nyithatja. Ezért a tudást nekünk senki meg nem tilthatja. Látogassunk el egy nyílt napra. A haragot csak a tudatlanság szíthatja. Ezért legyen hangos agyunknak a szív hangja. Mi vagyunk a jövő, leszen a hallgatásnak hírmagja. Azért, mert kiállunk a vita és az érv mellett. Talán mégse legyünk megbélyegzett bérencek. Magolva a jövőt, biztos, hogy nem érted meg. Fedezzük fel a tartalomban végre az értelmet. Ez a mese sem mese. Hol volt, hol nem. Akkor, amikor még emlékeztek az írás nélküli tanokra, hol egy lélekként mindenki tudott mindent, mit az őseink tudtak, de azt valami szerencsétlen oknál fogva elkezdték írni, betűket formálni a szavakból, érzésekből, ami már akkor sem volt egyszerű. Ezzel a butított módszerrel tudták lejegyezni a temérdek tudást, ami csak megközelítette az eredetet. Így kezdték elfeledni, hogy a magok a tudás kulcsai. De volt egy maroknyi ember, ki felismerte a betűvetés veszélyét is, hiszen vannak dolgok, amit betűkkel leírni nem lehet. Bennük a tudás még fényesen élt, hogy a tudást elfeledni magjában csak úgy nem szabad, így járták a földkerekét, hogy a szendergőket ébren tartsák. A békességük világszerte híressé tette őket, hiszen a tudás volt az ő eszközük, kulcsuk a szívekhez, amit soha nem tartottak meg maguknak, mert tudták, amit nem adnak át másnak, az nem tudás, csupán sok szó egy fejben, egy csírátlan mag, mely elfelejti koronadíszét égben és földben. Több ezer éven keresztül egyetértésben éltek mindenkivel bolygó szerte, de sajnos ahhoz már kevesen voltak, hogy idejében eljuttassák egy-egy helyre, hol még emlékeznek magokra, ezért nekik is írástudónak kellett lenniük, hogy megértessék magukat egyszerre több helyen, de ez már nem olyan volt, mint rég. De mindig volt egy maroknyi tudó, ki az ősi magukat, tudó kulcsokat őrizték, különben elfeledték volna azt, amiért járják a világot. A maroknyi ember vitte a tudást keletről nyugatig, északról délig, a világnak virágának összes szirmába, hiszen tudták, csak olyan világba volt jó élni, ahol a környezet sem volt balgább, mint maga a tudás fia és lánya. Alázattal elfogadta, ha tanuló lehetett olykor ő is, hiszen csak akkor lehetett fejlődni, ha képes a már meglevő tudást bővíteni, ahogyan azt az ősök is legfőbb tanként hagyták rájuk, így lesz egy magból számtalan sok. Volt is nekik fizetség érte busásan, hiszen ahová tudást vittek, ott örömöt és tudást kaptak. Ezt összefűzve vitték tovább, azt más nemzette embereknek, ahol a fizetség hasonlatos volt. Így terjedt a szélrózsa minden irányába a tudás, ami már fakult egy kicsit, de még mindig az eredettől való volt. Soha egy pillanatig sem jutott eszébe ezeknek a magok vivő hírnököknek, hogy valamit megtartsanak a saját önző szándékuk szerint. Akkoriban ismeretlen fogalom volt még az önzőség. Hiszen a tudás nem csupán az ő sajátjuk, hanem az Istentől eredő, földön fogant és tudásnak fiától lányáig ered. Így ment ez hosszú-hosszú időn át. Míg nem, hogy nem, megjelent valami félő nemzetség, aki csak gyanakvást ülteti és a lustaságot aratja, aki csak kapni szeretett és adni nemigen volt ínyére. A tudás nemzette ember világszerte szétszórt sejtekben egy egységet alkotva óriási nemzetté kovácsolta sejteket, de nem különböztetett meg rossz tanulót vagy jót,
Ő csupán a tudást vitte és hozta. Igen ám, de ez a fél ő nemzet tanuló nem csak lusta, hanem önöző is volt, hiszen nem láttak ők túl a sátraiktól, nemigen vitték messzebbre a tudást, sem amit tudtak, de amit kaptak, azt is megtartották maguknak. Rájöttek, hogy ami eddig dolgába esett volna, hogy tovább vigye a tudás, ha nem teszi akkor az új tudományok csínyával, bénnyával, titkolásával ők lehetnek a tudás vámszedői. Hamar fogott is rajtuk a rossz, és új rendszeren ügyködnek, ami félő nemzetségű embertől fogant és félőket okított. Ehhez összeszedtek minden punnyatag lustaságot, okított és okulni vágyót, hogy ne kelljen vadászni, meg fúrni, faragni, hanem most már a tudást vámszedőiként jelen lenni. Mindent aranytálcán kapjanak meg, befektetett energia nélkül. Beárasztak mindent, és attól fogva nem a tanuló szabta meg a befektetés mennyiségét, mint ahogy az rendjén való, kinek-kinek erejétől fakadóan, hanem az okító szabta ki az önöző vámszedőként. Hamar vérszemet kapott az erre hajlítható is, hiszen a lustaság, a hat álom, az bizony nagy úr lett rosszak között. De csak az lehetett része a fél őknek, aki lustákba, listákba bekerült és hat álomnak megfelelően szendergett. Azoknak okmányait, okmaniát tartották hivatalosnak, hivad talmiad. Csináltak ők vallást is, amibe félni kell az Istent, hisz oktatásuk szerint haragvást ad az a rosszul fizetőkre, mert ugye az okosság az nincs ingyen. Az igaz, hogy nincs ingyen, no de. A tanulni vágyó dolgozik azért meg, hogy tudó legyen, és nem előbb leszünk tudók, mint tanuló lettünk volna. Így fordították ők az értelmet meg, és tanulóból okítás lett, tudásból okosság, a félő nemzettekből és a félő közé szorultakból, kik már nem emlékeztek a maguk kulcsára, hiszen szenderítették őket. Felállítottak ők nagy templomokat, hol megbánhatták bűneiket azok, akik vétettek az új rendélet ellen. A megbánót faggató, meg ugye mindig az önöző lusták meghosszabbított kezeik voltak, mert váltságképpen nekik sem volt dolguk, csak gazmagját szórni. Így tudta elejét venni a félő nemzette ember annak, hogy az eredeti értelmeket visszafordítsa a saját bűribe. A szunnyadó, tudó nemzette ember. A félőknek jó volt, hogy kívül legyen a patkóbél, ugye, mert ezek nemhogy bélibe, de még veséjibe is akartak látni az altatottaknak. Hogy a szendergés mély hipnotikáját már az alvás követi-e. De hogy mitől felek ezek? Már nem emlékszik rá tudó, csak az okító, gazmagvát szóró, listázó, tudják, hiszen övék a betűvetés. Ők nem értik már a tudás kulcsának kódját, hol a betűvetés rögzíti tudás, csak halvány tükörképe az eredetnek. A tudó nemzette ember egyre többet ütközött ezekbe a nagy hideg monstrumokba, ahol már nem a meleget adó tábortűznél ültek az emberek és adták-vették a tudást,
hanem ebben a hideg monstrumokban fogadta őket valaki, és az ő érkezésükre a nagy becsben tartásuk okán csupán néhány faggatózóval találkoztak, akik elvettek, de adni nem igen akartak, csupán ígéket ígértek, ami annyi, mint halottnak a csók. Pláne, hogy az ígéret igék árnyéka sem emlékeztek a következőkben, hiszen mindig más volt a lusták hírnöke a hideg falak között a tudó érkezésére. Nem árulták ám el a tiszta szívű tudóknak az igazat, hogy pontosan miért csak ők, kik a félelem nemzette hírvivő fogadhatják a házigazdaként, kik a gazmagvát szorva az eredeti rend megfordítva a tanítást okítássá sorvasztották. A tanokat, mint kaptak, felhalmozták, halmozzák, a gazmagoknak így arra váltják, amire a nagy kényükbe eszibe jut a lustáknak, így okításba szorítva azokat, kik bíztak a templomokat építőkben. Okosságot kapnak tudás helyett. A már alvó, a hatálom alatt lakók, mit jól meg is fizettetnek velük, erejükön felül, és abból is csak annyit kapnak, amit a lusták kényit szolgálja. Az, aki látta és szendergésből ébredt, annak nem volt maradása a hatálom földjén, ezért elment a tudókkal, otthagyva szülőföldjét, és a nagy útnak során megtanult emlékezni, tanulni és tudni. Hiszen csak annyira van szükség, hogy a magukra emlékezzünk, a tudás kulcsát használva, azt nem betűvetésből okulva, hanem a saját szívünkből fakadóan tudni. Tehát így már eredeti rend alapján tudták szórni a tudás nemzette embernek született csodát. Sajnos sok olyan dolgot is tanultak a tiszta szívűek a félelemüktől, kik nem voltak az egésznek teljes részei, csak félben, harmadában, de tudni kellett róla, hiszen nem volt szabad hagyni az egész világot elveszni az okítás homályában. Ezért eleink ránk hagytak egy csodanyelvet, amit hűen őriztek nemzetségről nemzetségre, minek értelme csak akkor lesz, ha a tudó nemzette anyaszíve alatt töltött 9 hónapot, hogy megkapja annak eredet tudását, majd a felcseperedés során annak gondolkodását is elsajátítja a nemzetétől. Ennek okán találták ki őseink a nagy hanyatlás során, hogy soha ne vesszen el a tudás még akkor sem, ha már az emlékeztető mag hírnökökből csak az emlékezett csodás fényességében vannak jelen. Hiszen a közös ég máj napig ott van, koron át, koronák, égbe és földbe csak emlékezni kell. A fél ő nemzette ágból mára már nevük is fél edés homályába van. Ne feledjük! Ők minden tudást eltettek, és a gazdag maguk használt hajtják. A ma is lusták listákat vezetik, ki mit okult vagy tud, mert nekik a nagy közös ébredés végüket veti, hiszen a több ezer éves hipnotikus hatálomnak véget vet, és a tudás nem vehetik meg többé gombokért vagy papírfecnikre nyomott képmásaik fejébe, hiszen az mindenki, akárki is vette azt maga. Nekik is dolgozni kell érte, erejüktől függően, többet vagy kevesebbet. De ami a közös égé, az nem lehet az önzőké. Mára templomai kis irodákba is beköltöztek. És ők azok, kikhez melankóliába esettek utolsó segélykérésükben fordulnak, és ott nem kapnak más csak kérdéseket. Hiszen a válaszokat mind maguknak kell keresni. Ez a féligasság gyógymódja,
mit ők tudnak, de nem tanítanak, csupán okítanak, hogy a lustaságukat, a listázásukat hivatalos okiratokkal támasszák alá, majd statisztikát vezessenek, és kifirtassák, ki alszik és ki ébred. Statisztikájuk kielemzése után a gazmagnak megfelelően az ébredőt tovább altatják, az alvót szedálják, a teljességgel ébereket pedig a rendszerükbe kényszerítve, más megoldás híján a tudót bolondnak nyilvánítják, annak elvéve minden emberi szabad döntését az eredettel teljesen ellentétesen. A maroknyi tudás nemzette ember mára megint itt van, és kódokat megfejtve, mit az ősök hagytak egészikre, kezdtek ásni és napvilágot látni és mutatni azoknak, kikbe még él a tudás kulcsa. Emlékeikbe felsejlett a félők neve, miről ma ismerik őket a sok kánságban. Az egyik, ki az áruló lett, és a hatalmot erőlteti, ez a kánság a Vatikán, kik a vatyi kultúrát hagyták el, és léptek az okítás meredek már csúszós talajára, kik a tudást felhalmozták, és áruba bocsájtották a fekete mágok kényére, azt eltüntetve alvó szemek elől. Ti, kik ezt halljátok, és csak történelmi és tudományos tényekben hívőknek hiszitek magatokat, el kell mondjam, amíg csak a tényeknek hívását értitek, addig soha nem fogtok lehetőségeket látni, sem a tudást megtalálni. Kik most ébredtek, vagy már éber emberek vagytok, nektek nem kell mondanom semmit, hiszen minden magotok tud. Tudnám még részletezni, megszűni, kitérni és elveszni, itt-ott, de elegendő ez azoknak, kiknek a testének vize kristálytiszta, kinek koronája az adást égből és földből nyeri. A tudás nemzette ember, ki emes sorokat papírra vetette, bíbor. Tudás hatalom. Ezért akarom, hogy lelkem és szívem szállhasson szabadon. Elmén kulcsa a jövő kapuját nyithatja. Ezért a tudást nekünk senki meg nem tilthatja. Látogassunk el egy nyílt napra. A haragot csak a tudatlanság szíthatja. Ezért legyen hangos agyunknak a szív hangja. Mi vagyunk a jövő, leszen a hallgatásnak írmagja. Azért, mert kiállunk a vita és az érv mellett. Talán mégse legyünk megbélyegzett bérencek. Magolva a jövőt, biztos, hogy nem érted meg. Fedezzük fel a tartalomban végre az értelmet.